Szeretném felolvasni azt az ígét, amit szerte hazánkban és egész Kárpát-medencében. Most a szószéken elhangzanak bármelyik gyülekezetben, közösségünk tagjai előtt. A Zsoltárokban van ez az ige megírva, a 78. Zsoltár, aminek most egy kiragadott néhány versét idézem, csak a 3. verstől a 7. versig. Ez így hangzik. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedékének. Az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, édesatyánk, ezt az évszázadok óta hangzó ígét, amit ma is hallatni akarsz néped előtt. Köszönjük, hogy feladatot bíztál ránk, hisz mindannyian küldetésben vagyunk, tovább kell adnunk ezt, amit átéltünk, amit megtapasztaltunk a te kegyelmedből. Taníts erre a mai napon, a Szentlélek által is, hogy üzenetünk oda érkezzen, ahova céloztad gyermekeink, unokáink, a következő nemzedék számára is. Hallgass meg imánkat Jézus érdemért. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, úgynevezett idősek napja kezdődött a tegnapi napon, de amit említettem a bevezetőben, mindannyian azok vagyunk, születésünktől kezdve. Tehát igazából ne gondoljuk, hogy ez csak egy bizonyos rétegének szól, ez az üzenet, amit ma hallunk, mindannyiunknak szól. Minden életkornak megvannak a sajátosságai, minden életkornak megvan a saját küldetése. Idősnek, fiatalnak, középkorúnak egyaránt. És örülök, hogy néhányan bemaradtak az ifjúság sorai közül is. Mondtam is nekik, 14 év fölött nyugodtan maradjatok. Ez már nektek is szól. És szeretném is, hogyha már is gyakorolnánk azt, amit itt a Zsoltár író is leír, hogy adjátok át fiaitoknak, leányaitoknak, a fiatal nemzedéknek, a születendőknek is, meg azonnak is, aki már a világon vannak, az Úr nagy tetteit. És most lehet, hogy ismeritek már, mondtam többször, de szeretném újból elmondani, hogy én nagyon hálás lehetek azért a szülői, nagyszülői háttérért, amit ajándékba kaptam. Ez nem érdem, hanem Isten különös kegyelmének tartom. Az édesapám részéről a nagyszüleim nagyon egyszerű, szegény, paraszt emberek voltak, földművelésből éltek. Tizen voltak testvérek, édesapámék, akik közül 9 felnőttek, és nagyon komoly hívő emberekké lettek. Édesapám volt az első értelmiségi család alapító, előtte felmenőim mind egyszerű alföldi földműves emberek voltak. Én ezt nem szégyellem, sőt, nagy értéknek tartom. Gyermekkoromban nagypapám, aki valóban az Eke szarvára tette a kezét, és a nagy bivajokkal elindult, hogy piciny kis földjét megművelje, én ott szaladtam mezitláb mellette, és csodáltam azt a hatalmas erőt, amit a bivajok fejtettek ki, és mozgatták meg a föld rétegét, és vetette a magot a földbe. Abban a lakásban, amiben ők laktak, egy egyszerű náttetős ház volt még. A gyermek is majdnem meghajolt az ajtóba, amikor belépett, hisz annyira egyszerű körülmények között éltek. Ennek ellenére, hogy szegény család volt, és 10, pontosabban 9 gyermeket kellett eltartaniuk, jöttek az 50-es évek, és az ő padlását is lesöpörték, és kuláknak minősítették, mert hogy igavonó állatok is voltak
meg egy pici kis földje. Úgyhogy innen startolt az én őseim családja, de amit nagy értéknek tartok ezen túl, én soha elégedetlenséget nem láttam, több nyarat töltöttem náluk, Szankon, ez egy egyszerű kis homokbuckákkal teli, akkor még fejletten világ volt. Én akkor a homokozót nem láttam az életemben, mint ott abban a faluban, hisz az utca, a tér minden homokozó volt számomra. És nagyon szerettem ezt a vidéket látogatni abban az időben. Amit ki akartam ebből emelni, hogy az én nagypapám egykönyvű értelmiségi volt. Csak bibliája volt, de az jó nagy. És megvolt ennek a helye, fönn a Mestergerendán, és emlékszem arra, hogy amikor minden bevégződött, és a nap is lenyugodott, a nagyomám meggyújtotta a petróleumlámpát, és odaültünk a sarokpadra köré, alig láttuk egymást, de a petróleumlámpa fényében nagyapám elkezdett olvasni. Nekem annak idején nem az internet és a telefon képernyőjén vibráltak a képek, hanem a petróleumlámpának a lángjában. És míg olvasott, akadozva szép bibliai történeteket, előttem is megjelentek a lángban megmozduló alakok, és örökre a szívembe vésődtek. Azt is emlékként törzöm, hogy hetente egyszer volt csak begyújtva a nagy kevence, bubos kevence, és a nagyanyám, aki ilyenkor mindig egy hatalmas vekni kenyeret is sütött, és az egész hétre elég volt, képzeljétek egy malomkerék nagyságú kenyeret, mert hogy a gyerek szájakat be kellett tömni valamivel, és amikor a friss kenyér szombat este kisült, hisz már vasárnap be sem gyújtottak semmit, mert a vasárnap az vasárnap. Akkor más nem csinálunk, csak a gyülekezetbe megyünk. És megszegte a kenyeret, először egy keresztet rajzolva a malomkenyér, nagyságú kenyérnek a hátuljára, hogy ez az Úr teste. Ennek egy darabját el nem szabad dobni, mert akkor megvetnéd az Úr testét. Ő mindig ezzel kezdte. Ezért van bennem mindig félelem, amikor megmarad valami az ételből, és a szemétbe kerül. Az Úr teste, mondta nagyanyám. A másik oldalról is hívő nagyszüleim voltak, ők erdélyi menekültek voltak a trianoni országvesztés után, kénytelenek voltak mindent maguk mögött hagyni, és a Csonka Magyarország területén új életet kezdeni. És ők is olyan háttérből jöttek, hogy nagyon értékelték az Isten közelségét, és nem volt olyan alkalom, hogy ki nem hagyták volna az Isten házába való részvételt, gyermekeiket is, többek között édesanyámat is nagyon komoly hitben nevelték, amit aztán nekem is továbbadtak. Akkor lelkipásztor édesapámék szolgálati lakásban laktak, kicsi, egyszerű, kiszolgáltatott helyzet, mint ahogy minden esetben így van ez. Nem volt annyi szoba, hány családtag, úgy ketten vagy hárman mindig egy szobában aludtunk. A sors úgy esett, a többieket kímélték, engem nagyomám mellé rendeltek. Aki nagyon beszédes asszony volt, és mindig jókedvű, nagyokat nevetett mindig, és ez valahogy kicsit rám is jó hatással volt. És nem volt olyan este, hogy ő nem mesélt volna valami olyan bibliai történetet, vagy nem adott volna az életükből olyan esetet, ami álomba szendőlésem után is mély emlékként maradt a szívemben. Hosszú időket, éveket töltöttünk egy szobába, ketten. És ezek olyan élmények, amik máig meghatározzák a gondolkodásomat.
Hisz testvérek, mi sokszor rövid távon gondolkodunk. Pillanatnyi benyomások érnek bennünket, nem gondolván azt, hogy a mi életünk az jóval korábbi. Ha valakinek meg akarod ismerni az életét, legalább 20 évet ismer meg a születése előtti időből, hogy igazán tud, hogy kiről van szó. És olyan hatások érnek bennünket, kicsin gyermekségünk, tehát még az édesanyánk állapotos kora idején is, amit nem is tudunk, hogy magunkban hordozzuk. És ezek meghatározzák a mi gondolkodásunkat, a mi reakcióinkat bizonyos helyzetekre, zsigereinkben hordozzuk a múltat, és ezt nem lehet letörölni, vagy kitörölni az ember emlékéből. Mindezt azért mondtam el, kedves testvérek, mert nagyon aktuális ez az ige, és érzitek talán ennek a súlyát is, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem minden szavunkkal, gesztusunkkal, példaadásunkkal a következő nemzedék felé is. Nekem is nagyon sok minden nem tetszett a nevelési módszerekből, lázadtam is időnként, és azt hiszem így van ez rendje mindenkinek az életében, de aztán idejében megszólított engem Isten, és mindent a helyére tett. Azóta is. Úgyhogy amiért valamikor lázadtam, azért meg most hálát adok. Akkor nekem az volt a kötelessége, mint lelkipásztor gyermeknek, hogy mindig az első sorban üljek. Én ezt nem kívánom, bár időnként szoktam mondani, hogy talán jobban szem előtt van a gyermek, hogyha az első sorokban ül, de tudom, milyen kényszerhelyzet ez addig, amíg az ember nem önként teszi ezt. Úgyhogy megértem, hogyha kicsit hátrébb húzódnak az én gyermekeim is. És mindannyian így vagyunk, kedves testvérek, hogy vannak olyan kényszeres helyzetek, amiket nem szeretünk, aztán kiderül később, hogy Isten nevelési tárában ezek is hasznunkra vannak, és később értékeljük, vagy értékelni fogjuk. A Zsoltár azonban most sokkal magasabbra emeli a tekintetünket. Nem csak egyszerűen szokásokról van szó, nem csak egyszerűen kultúráról van szó, nem csak arról van szó, hogy meghatároz minden, aki vagy, a múltad, honnan gyökerezel, milyen indítatások, milyen információk értek, milyen példa ért bennünket, negatív vagy pozitív, mind a kettő lehetséges, hanem arra a küldetésre akar rávilágítani ez a Zsoltár is, ami most és ezután ránk vár. Mert hisz nem vagyunk elszigetelve, nem szigetelhetjük el magunkat, igazából a küldetésben benne vagyunk napról napra. És a felolvasott ígénk, ami pont erre utal, és ezt helyezi a középpontba, hogy amiket hallottunk, amiket tudunk, amit őseink elbeszéltek nekünk, nem fogjuk eltitkolni. Sem fiaink elől, sem a jövő nemzedéke elől, és ennek legfontosabb területe az Úr dicsősége. És ez az a megtartó erő, amely identitásunkat is megerősíti, a hovatartozásunkat is, és megerősít bennünket abban, hogy akármilyen státuszban légy, gyermek, ifjú, fiatal édesanyja, vagy éppen édesapa, vagy korosabb már nagyszülő, vagy már dédunokágat ültethetsz az öletbe, de ezt a küldetésedet nem felejtheted el, amit Isten ad. Hogy mondd el. Mert ha te nem mondod el, mások fogják a te gyermekeidet befolyásolni. Lehet, hogy olyan irányba, amit nem szeretnél. És éppen ezért nem titkoljuk el. És nem engedünk a korszellemnek, amely pont a családot veszi célba, semlegesíti, próbálja alapvető értékeinket is támadni, mert jól tudjuk ezt, hogy az ördögnek ez az eszköze. Arra, hogy elbizonytalanítson, egyáltalán ki vagy, fiú vagy lány, egyáltalán Isten hívő vagy nem, értékes vagy értéktelen, és amilyen információkat hallunk, hogy amit a közbeszéd eljutott hozzánk, ez bizony vagy negatív irányba sodor bennünket,
és elveszítjük az identitásunk, elveszítjük a gyökereinket, vagy pedig megerősítenek, mert nagyon mélyre ereszkedett a mi gyökérzetünk, és az elegy-belegy tanítás nem ingat meg bennünket. Tudja meg a jövő nemzedék, ez parancs. Nemzedéke tudja meg, a születendő fiak is tudják meg, ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék a bizalmukat egyedül. Ne emberekbe bízzanak, ne mozgalmakba, ne ideológiákba, ne filozófusok eszmefuttatásába. Istenben gyökerezzen a hitük, a bizalmuk. Minden más nevetségessé válik egy idő után. De az Istenbe vetett bizalom megtart minden körülmények között. Istenbe vessi bizalmukat, és ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg az ő parancsolatait. Kedves testvéreim, óriási szükség van az idősebb generációnak a tapasztalatára. Ennélkül elveszik a nemzet. Elveszik a család. Nem hiába van, hogy egy idő után, nem tudom, ti tapasztaltátok-e, hogy fiatalkorban nem nagyon érdekel benneket, hogy igazából milyen családi hátterünk van, honnan erednek bizonyos indulatok, vagy szokások, vagy gesztusok, vagy viselkedés, de egy időn kezd érdekelni bennünket. Elkezdünk kutatni. Elkezdünk olvasni erről, családfákat rajzolunk ki, honnan, milyen adottságokkal, milyen génekkel rendelkezhet, milyen tudásbázist örökölhetett, tapasztalatot gyűjthetett az ősöktől. Ezek fontos dolgok. Aki ezzel nem foglalkozik, az egy pillanat alatt, mint a szél, elfújhatja, és utána keresheti még a helyét is, nem találja. Ezért tehát nekünk fontos. Éppen arra mutat rá itt az ige, hogy nekünk Istenbe vetett bizalmunk kell, hogy erősödjék, és Isten nagy tetteit kell a szívünkben, fejünkben, gondolatainkban forgatni. Mert krízis esetekben pontosan ezek jutnak eszünkbe, amik a megoldásban segíteni fognak. Hogy akár az édesanyám, akár az édesapám, akár a nagyszüleim, akár hívő testvérem hasonló krízisben volt, de hogy menekítette meg Isten ezekben? A kríziseket nem fogjuk elkerülni. Tehát tévedésben van, aki azt hiszi, hogy ha hívő lesz, még hívőbb lesz, akkor el fogják kerülni a krízisek. Abszolút nem. Sőt, igazából nagy örvényeket hív ember is átél, de az a belső bizonyossága, hogy azt ígérte Isten, hogy velem lesz. Nem azt mondta, hogy nem lesz probléma, hanem még a nagy mélységekben is velem lesz. És még onnan is ki fog hozni engem derűvel és élő reménységgel a szívembe. Én legalábbis így tapasztaltam az elmúlt rövid, nem mondom eseménytelen életem során. Olvasunk a Bibliában arról, hogy különböző emlékeztetőket helyezett el Isten az ő népének a sorsában, életében. Például akkor, amikor beléptek az ígéret földjére, Isten népe, József egy különös parancsot adott. Azt mondta, amikor keresztül mentek a Jordánon, a legközepéből, emeljetek ki köveket, 12-t, jó nehezeket, és abba lépítsünk majd oltárt, ha a túloldalra érkezünk, hogy ti is, meg a nép is, meg a következő nemzedék is emlékezzen a szabadításra. Hogy Isten még a vizeket is képes volt megállítani, hogy úgy menjetek át, és úgy foglaljátok el az ígéret földjét. Később is ezek az emlékkövek mindeddig megsegített minket az Úr Sámuel esetében, és így tovább. Olyan emlékeztetők voltak, amire visszaemlékeztek, hogy az előző nemzedéket is ez mentette meg. Sőt, egy helyen azt olvassuk, hogy amikor már bemész arra a földre, akkor arra a bizonyos jelre emlékezzetek, ami Egyiptomban
az ajtó félfákra került. Mégpedig a báránynak a vére, amely ha ott volt az ajtó félfán, szemöldökfán, védelem alatt voltatok. Ha nem volt ott, az öldökre angyal pusztítást végzett. És azt mondja az ige, hogy amikor majd bemész a földre, ott is legyenek emlékeztetők. Nagyon érdekes volt számomra, és többen ezt láttátok, meg tapasztaltátok, akik Izraelben jártak, vagy zsidó családban jártatok, vagy jártok, hogy a bejárati ajtónál, akár egyik oldal, akár másik oldal, egy kis dobozka van el fölszerelve, és aki hitben belép abba az otthonba, vagy éppen kilép, megérinti ezeket a kis fém vagy fából készült dobozkákat, amik egyébként Isten törvényeit tartalmazza kis tekercsben. Ma is, Isten mai kiválasztott népe is, fontosnak tartja, ha remélem nem szokásból csupán, én is, hogy ott vagyok, mindig megérintem, mert tudom, mi van mögötte. Hogy akár kimegyek, akár bemegyek, emlékezzek, Isten gyermeke vagy, Isten törvényei szerint kell, hogy élj, és ez az emlékeztetés ott van mindenki és bemenetelkor. Ma is sor fog kerülni egy jel vételre. Amikor majd körülálljuk az úrvacsorai asztalt, kezünkbe emeljük a kenyeret, kezünkbe emeljük a poharat, ezek is jelek. Amik nem csak egy rutin szokás, egy szentség, idézelbe teszem, amin túl kell lenni, kényelmetlen, nem is értem igazából, miről van szó, jel. Vagy megérintesz, amit magadhoz veszel az Úr testének és vérének oltalma alá kerülsz. Mondd el a gyermekeidnek, ha odafigyelnek, mondd el azoknak, akiket tanítasz, mondd el a következő nemzedéknek, hogy ezek a jelekre figyeljenek, vigyázzanak, mert ezeken keresztül Isten ma is üzen. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedékének az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amiket véghez vitt. Ehhez pedig szükségem van megismerni az Isten csodáit. Olvasni az Isten csodáit. Ami könyvünk, a Biblia, a legnagyszerűbb történelemkönyv, ami valaha íródott. Nincs még egy ilyen. Mert Isten tettei vannak felsorolva. Hisz Isten maga a történelmnek az ura, ő vezette át az ő népét, válogatottan nehéz élethelyzeteken, és hihetetlen csodákon, és számomra mindig erőt jelentett, amikor az előző nemzedékeknek az életére tekintettem, mint történész, és természetesen mindennapi tevékenységem, vagy hogyan mentette át Isten, hogyan emelte őket át lehetetlen, megoldhatatlannak tűnő élethelyzeteken is. Hogyan tette az Isten? Mert ahogyan velük megtette, megteheti velünk is, velem is. Ezért tehát ismerjétek meg az Isten történetét a Biblián keresztül. Mert hisz ebben rejlik a megoldás a jövőt tekintve is. Így van, hogy megismerhetővé tette Isten magát sokféleképpen. Megismerhetővé tette magát a teremtett világ alkotásainak vizsgálata révén, megismertette magát a történelemben, megismerhetővé tette magát az ígében, Jézus Krisztusban, az ő szent fiában. Számtalan olyan emlékeztető van, ami az ő történetére mutat rá. A történelem, history, ugye más nyelvekben is megjelenik ez, szoktuk kihangsúlyozni, ez a his story, ez az Isten története. És rajta keresztül mutatja meg Isten csodálatos hatalmát és erejét a mai világban is. Tanulnunk kell a múltból, mert a Biblia
nem csak történelemkönyv, amely jó és rossz döntéseket is világosan leír. Nem mesekönyv, a mesekönyv csak szépről és jóról beszél, éltek vígan, még meg nem haltak, hanem bukásokról is beszél, de onnan való felemelkedésről is beszél. Jó döntésekről beszél, állás volt a következménye. És mindig jobban átszövi mindennapján gondolkodását az Isten igéje, annál inkább lesz az értem része. A múlt örökösei az ősökre építők. Szoktuk mondani, és el is fogadhatjuk ezt, hogy minél inkább olyan elődökre tekintünk vissza, akik hősök voltak, és életpéldát merítünk az életükből, szoktuk mondani, hogy óriások vállán állhatunk. Nem perc embereknek, nem pillanatnyi érdekeknek, nem éppen csak ilyen vagy olyan kísérletező eszmerendszereknek a szintjén akarunk élni, mert ezek megcsalnak bennünket. Óriások vállán. És a bibliai hősök ilyenek. A bibliai hősök olyan óriások a szemünkben, ha vállukra álltok, messzebb láttok. Tapasztaltabbak lehettek, mint a köz gondolkodással bíró ember. Óriási értéket kaptunk tehát, mint hívő emberek is. A kezünkben, meg a szívünkben is. A múlt örökösei vagyunk, és velünk folytatódik az apostolok cselekedete 29. fejezet. Ki az, aki ki tudná keresni a Bibliából? Apostolok cselekedete 29. fejezet. Emelj fel a kezét, akinek van Bibliája, és megtalálja benne. Keresétek ki. Jó, van, aki mosolyog. A 29. fejezet már nincsen benne. Azt mi írjuk? Ti írjátok. Most íródik. Ez a lap még üres. Vagy áldásokkal lesz tele, vagy bukásokkal lesz tele. És ez csak úgy íródhat, mert mint a Szentírásnak minden szövege, Isten lelkének indításából, sugalmazásából. Ti írjátok a 29. fejezettől kezdődő szakaszt. Ez már nincsen a Bibliában, de ráépülhet, hisz ti is onnan merítitek az erőt és a tapasztalatokat is. Megőrzi az Isten ismerete a helyünket, tájékozódási pontot ad, világlátást ad számunkra. Sokkal tapasztaltabbak lehetünk, mint mások, akik ezt elvetik, akik azt mondják, hogy ez semmi, ez engem nem érdekel. Mert amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől sem. Én nagyon szeretem az evangéliumi énekeket, különösen az olyan győzelmeseket, amelyek nagy gondolatokat fogalmaznak meg. Engem kicsit távol tart az egymondatos, ismételgető szöveg, sokkal inkább az, ami magvas és üzenetet is hordoz. Énekarunk szokta énekelni akkor még, és máshol is ezt kedvel és nagy örömmel hallom, és be is kapcsolódok. Mindenható, ki csillagmilliárd, fény árban úszva, hódolva imád. Hálával áldott sok-sok nemzedék, víg énekünkkel szívünk száll feléd. Dús földön adtál népünknek hazát, hűséged őrzött sok száz éven át. Méltó, hogy áldjuk pajzsunk és támaszunk, és élő igédre jobban hallgassunk. De akár az újabb énekek közül is idézhetnék, ami így kezdődik, az El Shaddai című ének. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. És talán folytathatjátok az éneket, mert hisz minden korosztály, előttünk élők is, nagyszerű dolgokat fogalmaztak meg, és adhatnak példát, mint ahogy ma is lesz olyan nemzedékén, hiszen, amely nem elégszik meg a sekélyes és csak pillanatnyi érzelmeket ébresztő gondolatokkal,
hanem a mély és magvasak, meg átjárnak bennünket, és alkalmassá tesznek erre a küldetésre. 100 éven keresztül nyomorította meg hazánkat is a kommunizmus, és annak máig ható ága. Nem múlt el, csak öltönyt váltott. Ez meghirdette, és azt hiszem ez lett a fő mondani valója, a múltat végképp eltörölni. Na, hát ez az. Ez az. Ami ma is úgy tűnik, visszhangzik egyes ideológusoknak az ajkán. Minden, ami eddig volt, az nulla, semmi. Szüntessük meg, töröljük el. Megdöbbenésemre értesültem, vagy tudtam meg, hogy 1867-ben, amikor az úgynevezett kiegyezés megtörtént, az összes magyar tankönyvet zuzdába küldték, és új történelmi tankönyveket írtak. Akkor felejtették el a magyar nemzettel, hogy sokkal mélyebbek a gyökerek. Hunokavarok és egyebek, ezek mesének tűntek akkor, és a más nemzetek felé sodorta a gondolkodás, a finnugor és egyéb. 1867. Hisz akkor nyugati szomszédaink azt mondták, hogy a magyar nemzet nem lehet idősebb és nevesebb, mint ők. Átírták a történelmünket. Aztán jöttek a kommunisták, ők meg ezzel kezdték a múltat végképp eltörölni. Engem azért nem vettek fel az egyetemre érettség után, később közölték, hogy történelem szakra csak védett személyek kerülhetnek. És meg is értettem később olvasmányaimból, és ha valaki ismer az Orwell 1984 című munkáját, az éppen arról szól, hogy egész rendszerek épültek át, hisz a hamisításnak, a hírhamisításnak és a történelem hamisításnak módszerei éppen akkor dolgozódtak ki, mert ha egy nemzetnek elveszük a múltját, elfelejtetjük velük az értékeiket, akkor azt csinálunk velük, amit akarunk. Hát nem ez megy ma is? Nem ez megy ma is? Éppen ezért ne a hírhamisítókra hallgassatok, ne azokat a folyóiratokat, újságokat, híreket olvassátok, amik ebből a mérkezett kútból származnak, hanem menjetek vissza a tiszta forráshoz, a Szentíráshoz. Ez a reformáció igazából. Vissza, szól a Szkriptúra, az íráshoz. Évezredek történelmi örökségét ez a könyv őrzi mind napjainkig. És folytathatnám, de az időm már régen lejárt, de kérlek benneteket, testvérek, ritkán jutok ehhez a szószékhez, csak azért történik meg. Őrizzétek meg a szívetekben az Isten ígéjének minden tekinté fölötti nagyságát. Ez előtt hajoljatok meg. És ezt érdemesítsétek arra, hogy adjátok gyermekeitek kezébe, csepegtessétek szívébe, hogy el ne vessze meg. Eget ránk bízott az Isten. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Mindenes Atyán, köszönjük neked, hogy tanítottál a mai napon is. Segíts mindebből megértenünk azt, hogy hozzád kell menekülnünk, a te nagy tetteidet kell megismernünk, megélnünk és továbbadnunk. Őrizd meg a sekélyes, evilági eszmerendszerektől, és segíts visszatalálnunk a gyökerekhez, a tiszta forráshoz, igéthez, hogy ennek áldása, hatása ne csak bennünket, hanem a bennünket követő nemzedéket, generációkat is áldásra jutalmazza meg, taníts erre bennünket, életünk hétköznapjaiban is. Amen.